Estét kívánok, üdvözlöm Önöket a Figura Studio Színház színházi anekdótázó late night showjában, a behívóban. Ez a show műsor egy olyan fél évvel ezelőtt pattant ki a fejemből, akkor a színháznak volt egy, hát mondjuk ugye egy kampánya, ami színészeket promovált, Színészházon kívül volt a címe, és hát ugye véges a színészek száma a színházban, és az a kampány is a végek fele közeledett. És akkor jött az ötlet, hogy valahogy mégiscsak folytatni kellene egy színész és néző közötti élő kapcsolatot úgy, hogy közben nem színházat csinálunk. És akkor jött ez az ötlete ennek a show-nak, aminek behívó lett a neve. Ugye a behívó az a színházban bevett kifejezés, a színész szokták a színpadra behívni, amikor jelenése van. Fél éve megszületett ez az ötlet, ma már a negyedik behívóban vagyok itt, vagy vannak a közöttük Önök között olyan, aki már negyedére is itt van. Ennek azért is örülök, mert akkor azt jelenti, hogy nem volt olyan rossz az ötlet, ami kipattant. Hogy miről szól ez a műsor, nagyon gyorsan összefoglalom. Adott egy figurás színész, és ő megszólít 5 darab olyan színházi alkotót magyar területről, akivel szívesen beszélgetne, anekdótázna. És akkor mi ebből az ötből elhívunk neki egyet, és akkor az ő közös nosztalgiájuk gyakorlatilag ennek a műsornak az alapja. Van nekünk egy zenekarunk is, engedjék meg, hogy ezt bemutassam. A gitárnál Korpos Szabolcs! Basszusgitár Blénesi Tamás! Zongora Balázs Bence! Dobok, Ferenc Ferdinánd! Ugye elmondtam azt, hogy a műsorban egy figurás színész beszélget egy általa meghívott másik színházi alkotóval. Szakavatott behívósok tudják, hogy most az következne, hogy én azt mondom, hogy és Sosovica Anna következik, nézzünk meg róla egy bejátszást, de csavartunk egy picit mi most ezen a helyzeten, és nem Sosovica Annát fogjuk behívni, hanem először az ő meghívottjával fogunk megismerkedni. Örülök, hogy tetszik. Oké. Szóval, érkezzen meg akkor először Sosovica Anna meghívottja, nézzünk meg róla egy bejátszást. Kelemen Roland Gyergyószárhegyen született. Teatrológiát, majd drámaírást végzett a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen. Jelen pillanatban doktori hallgatója az említett intézménynek. A Színház folyóirat szerkesztő munkatársa. A Figura Studio Színház Hol vagy te passzományos című előadásában dramaturgként is dolgozott. Sosovica Anna évfolyamtársa volt az egyetemi évek alatt. Soha nem bukott meg egyetlen vizsgán sem, és nem tud úszni. Viszont szívesen tanulna meg zongorán játszani. Fogadják nagy szeretettel Kelemen Rolandot! Gyorsan meg is követtem magam a videó miatt, Rolival meg is beszéltük, hogy mekkora badarságot követtem el, és ezért engem bármikor megkövezhetnének a szárhegyiek. Roli nem Szárhegyen született, ott nőtt föl. Roli, te hol születtél?
Én Marosvásárhelyen születtem, viszont 4 éves koromig a szüleimmel Szobátán éltünk, és azután költöztünk Gyergyószárhegyre. Tehát akkor mondhatjuk, hogy te Száregyen egy ilyen gyütment vagy. Vagy idegen, vagy idegen. Vagy jövevény, igen. De most honnan jöttél? Én most Marosvásárhelyen. Mit csinálsz ott? Sok mindent. Mennyit tévedtem még a videóba rólad? Hát inkább csak kihagytál dolgokat. Na gyere, öntöm, mit hagytam ki? Mik a fontosak? Hát elsősorban az, hogy Vásárhelyen többnyire home office-ozok, tehát otthonról dolgozom. Emellett meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem óraadó tanára is vagyok, és ez, szerintem ez is a doktorandusz részéhez egy jelentős kiegészítés. És hát, hogy mit csinálok Marosvásárhelyen, már ott élek közel 6 és fél éve. Onnan dolgozom a színház folyóiratnak, onnan járok be egyetemre is. Home office-ba mit jelent nálad a home office? Tehát mit dolgozol te home office-ba? A színháznak írsz? A színház folyóiratnak a szerkesztőségi munkatársa vagyok, ami azt jelenti, hogy mondjuk cikkeket nézek át, képeket kérek be a színháztól. Ettől a színháztól is néha napján szoktam. Mi rendesen küldjük? Igen. és ezen kívül még van egy másik munkám, amit szintén otthonról végzek, ez a Philip Arnaud, és volt egy kép egyébként, amit bevágtatok. Uh-huh. A Philip Arnaud, ő egy amerikai producer. Ő volt színházi, az idősebb úr igen, melletted. Igen. Aha. És neki van egy szervezete Baltimore-ban, és nekik dolgozom így időnként. Ez mivel foglalkozik, vagy mi ez? Tulajdonképpen az amerikai és a kelet-európai alkotók, színházi szakemberek közötti kapcsolatokat építi ki, és azokkal, tehát azokat erősíti. Ez egy produkciós iroda? Vagy nevezhetjük így? Hát nem mondanám produkciós irodának, mert a lényege inkább az, hogy megtámogat bizonyos utazásokat, Amerikából egy csoportnak ad XY pénzt, amivel leutaznak mondjuk Lengyelországba, megnéznek egy fesztivált, előadásokat, találkoznak lengyel alkotókkal, lengyel szakemberekkel, és utána visszautaznak, és akkor persze ebből nekik van egy csomagjuk, amit összegyűjtöttek itt Kelet-Európában, ugyanúgy Romániában is, de többnyire én a magyarországi részével foglalkozom. Uh-huh. Az ottani, hát közel velem egykorú emberekkel foglalkozom. Te gyakran jársz haza? És a kérdésem arra fog igazából irányulni, hogy te gyütmentként mennyire tartod magad Gyergyószárhegyinek? Hát én tulajdonképpen, tehát, hogy haza ugyanúgy gyütmentként jövök, tehát hogy néha napján megjelenek. De azért nem dobálnak a Száregy utcán. Nem, egyáltalán. Takarodj innen, te doktor. Nem, ez első éven volt, amikor megkérdezték az utcán tőlem egy egyébként nagyon kedves néni, hogy akkor egyetem, és mit tanulok, és hogy hol először is azt kérdezte, és mondtam, hogy Marosvásárhelyen is. Ó, doktori? Vagy orvos leszek? Mondtam, nem. Hogy akkor jogász, vagy menedzser, vagy valami? Nem. Teatrológián vagyok, és akkor így, jaj, akkor pap leszel? És ezzel kezdtem, ez konkrétan az első hazautazásom után volt, vagy akkor volt, amikor hazajöttem pár hónap után, vagy hét után. Szoktam hazajárni, de többnyire így rövidebb napokra, vagy így egy-két nap, maximum 2 nap, akkor is a szüleimet látogatom meg. Egy-két emberrel, ha néha napján találkozom, és ennyi. Mi volt a fejedben, amikor azt mondtad, hogy megpróbálod a teatrológiát? Szerintem semmi. Akkor hogy jutottál ide? Én ugye diákszínjátszóztam itt, és hát az volt, hogy 2 héttel a beiratkozás előtt döntöttem úgy, hogy nem színész szakra megyek, és nem oda fogok beiratkozni. Gondolkodtál színibe? Igen. És miért nem? Most őszintén elmondom, hogy én akkor láttam egy fekete dobozt, amiben fekete ruhában emberek csinálnak dolgokat. Igen. És hogy ugye már azelőtt diákszínjátszóztam, ebbe belekóstoltam, és érdekelt az, hogy mi történik mondjuk a másik oldalon. Most gondolok a nézőtér, és tehát minden, ami a színpadon kívül történik, vagy előtte. Uh-huh.
És őszintén szóval nekem kíváncsiságból fordult meg a fejemben, hogy mi lenne, ha azzal kezdenék el belekóstolni, és nem volt annyira tervem, hogy most én nem tudom, tényleg dramaturg leszek, vagy drámaíró, vagy nem tudom, művészeti titkár, vagy bármi, hanem egyszerűen csak meg akartam nézni, hogy azon a térfélen mi történik, és milyen játékszabályok vannak. Még mielőtt beívnánk Annát, azt meséld el, hogy te hogyan emlékszel Annára? Ti ugye egy évfolyamon végeztetek, akkor te a teatrológián, ő meg a színin. Te hogy emlékszel Annára? Tehát, hogy ő milyen volt az egyetemen? Hát elsősorban nekem most az villan be, hogy a gólyatáborban találkoztunk ugye először, legelőször, nem bocsánat, már felvételin, de akkor még ugye úgy arctalan emberekkel találkozunk, tehát úgy bemutatkozunk, meg úgy ismerkedünk, de úgy még mindig nem. Aki nagyon hülye, az kitűnik. Igen, azt egyértelműen tudjuk, hogy ki az, aki meg egyáltalán nem, azt is kiszúrjuk, de hogy így tömegekben gondolkodunk. És hogy gólyatáborban egy nagyon fontos dolog, ami megragadt nekem, hogy vörös haja volt, és most már nem vörös a haja, és ezt most a napokban kezdtem visszavezetni, hogy mennyire érdekes, tehát hogy nem figyeljük ezeket a változásokat az emberekben, miközben folyamatosan találkozunk. És hogy hogyan emlékszek, hát nem mondanám egy nagyon hangosnak, egy nagyon hangos embernek, de közben időnként meg azért hangot ad a bizonyos véleményeinek, meg hát szerintem ő egy ilyen, most lehet, hogy ezt nem kellene, hogy ő egy számomra egy ilyen főszerep, vagy félfőszerep alkat. Olyan értelemben, hogy tehát nem a primadonna, tehát nem arra gondolok, hanem valahol ez a proszcénium és a nézőtér közötti részen álló színész. Tehát valahogy én így tudom őt vizionálni, hogyha erről van szó. Hívjuk be Sosovica Annát, lássuk, hogy ő erről hogyan vélekedik. Mint ismerjük, nézzünk meg róla egy bejátszást. Sosovica Anna egy hideg januári napon született 1996-ban Budapesten. Gyerekkora óta foglalkozott rajzzal, zenével, tánccal, végül mégis a színház világában kötött ki. A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen végzett színművész szakon alap- és mesteri szinten. A Figura Studio Színház színésze 2020 óta. Az első szerepe a Figuránál a Stop the Tempo című előadásban volt. Debütált már jelmez- és díszlettervezőként is. Fogadják nagy szeretettel Sosovica Annát! Hoztam neked. Hát nyilván már egy kicsit, mert kicsit felborultak a dolgok. Nem fogadj sok szeretettel. Köszönöm. Sosovica Annától kaptam egy doboz csokit, mielőtt elkezdtük volna ezt a műsort. Azt mondta, hogy hát aki ismer, az tudja, hogy tyúkokkal is foglalkozom. Azt mondta, hogy semmi olyat nem tud adni, ami tyúkokhoz köthető, vagy alapvetően, nem is tudom, hogy mondtad? Még valamit mondtál ehhez? A bort. Ja, hogy bort, meg nem tud olyat hozni, amire én azt mondjam, hogy na végre. Ezért kaptam tőle egy doboz csokit. Ebben 45 darab csoki van, és nem vagyunk többen a nézőtéren sem. Úgyhogy, ha megengeded, Anna, én felajánlanám, hogy menjen körbe ez a csoki. Jó, ettől hátha egy kicsit felpörög a közönség a cukor. Tessék, adom, és adják kézről kézre, jó? Ti van benne kicsi alkohol. Bocsánat, megkóstolom. Köszönöm. Pálinkát kellett volna, pálinkát látod? Pálinkát. Kell. Nem, akkor az a Sample lenne, a Sample szokta ezt csinálni a koncertjein, hogy pálinkát ad. Megeszem, jó? Anna! Azt mondta rólad az előbb, Roli, nem tudom, hogy hallottad-e. Nem.
Nem, szerintem. Hogy egy olyan színésznek tart, aki nem feltétlenül főszereplő. Hanem, hogy is mondtad, a proszcénium és a nézőtér közötti intervallumban mozog. Nem föltétlenül primadonna. Nem feltétlenül primadonna. De ilyen félfőszereplő, hogyha szabad ilyen fogalmakkal élni. De hogy gondolkodsz erről, Anna, magadról? Hát ilyen szem, hogy a primadonna szót mondta, igen, én nem tartom magam egy primadonnának. Azonban, tehát én nekem sosem volt egy olyan gondolatom ezzel, hogy akkor én mindenképpen minden áron főszerepeket akarok játszani. És, de valahogy így alakult, vagy így lett. De nem tényleg az, amit mond Rolli, hogy én is azt gondolom, hogy nem vagyok az a, na, akkor én most előreállok, és akkor én vagyok a középpontba dolog. De van rá kívánalmod? Nem. Nincsen? Nem, egyáltalán nincs. Nincs, egyáltalán nincs. Miért? Szerintem ez nem ezt tartom fontosnak. A színház, vagy nem tudom, színházban, vagy az, hogy én most egy... Ha csinálunk egy előadást, akkor én, nekem az az első gondolatom, hogy akkor én kapjam meg a főszerepet, vagy én legyek ott középen, hanem hogy csapatban csinálunk egy előadást. Uh-huh. Azt hiszem. Igen. Rolli megzavarta a bejöveteledet, mert erre nagyon rá akartam kérdezni erre a dologra, de amúgy így akartam kezdeni, hogy csöfacs. Forte bine. Merci. Nagyon jó. Te Romániában élsz most már azért meglehetősen hosszú ideje. Igen. Hogy állsz a románul? Hát még vásárhelyen már tudtam még kérni a boltban, meg kávét, meg ilyeneket. Amikor ide költöztem, hát már nem annyira. És eltelt egy hónap, amikor elkezdtük az első előadást, amiben dolgoztam itt, és visszamentünk egy hónap után vásárhelyre, és akkor már itt tényleg, már egy hónap után az volt, hogy már kávét nem tudok, tehát hogy nem tudok kérni. De aztán tavaly elkezdtem duolingozni, és akkor csináltam még ilyen cetliteket is magamnak, amiket felragasztottam vagy a hűtőre, vagy a tükörre, de... De ezen mik szerepeltek? Mik voltak a fontos szavak, amiket meg akartál tanulni? Hát ez ilyenek, hogy jeuszunt, igen, tújest. Elnézést. Menjünk egy kicsit az elejétől, nézzünk meg egy bejátszást Annáról. Pontosabban egy fotó összeállítást. Jaj. Hú, én nagyon gyerekről kezdünk, jó? Jaj, de jó. Jaj, pucérkék a kicsit. Láttam itt gitárt, éneklést, igen. Képzőművészetet, mindent. Hogy ívódott ez be a gyerekkorodba? Miért? Mindig nyitott voltál rá, vagy a szüleid erőltették? Hát... Az volt, hogy szerintem a testvéreim miatt is, nekem három nővérem van, és már ott kezdődött el a dolog, hogy őket is vitte táncra, zenére, és akkor nálam valahogy ez nem tudom, mindenre akartam menni, vagy úgy, hogy ők mutatták, hogy ez van, ez a lehetőség, akarok-e menni? Mondom, hát igen, de hát még annyi idősen, hát 4 évesen kezdtem el táncolni, akkor úgy nem voltam tudatomnál, hogy akkor most ez jó vagy nem jó. Nyilván jó éreztem mondjuk magamat, és akkor nyilván folytatódott is ez a dolog. És hát én azt hiszem, hogy akkoriban, amikor én kicsi kisebb voltam, akkor volt így a
a környezetemben a szülők között tesz, hogy akkor mindenre toljuk a gyereket, tehát hogy mindenre, külön órára, rajzra, stb. És valahogy én is bekerültem ebbe a dologba, amit nem bánok, tehát nem azért, nem bánok, mert tényleg nagyon hálás vagyok emiatt a szüleimnek, csak tényleg nagyon sok minden volt. És akkor általános iskolám az arról szólt, hogy volt az iskola is, mellette pedig a különböző foglalkozás. Most mindenhez értek egy kicsit. Ez a hátrány, hogy azért nem teljes mértékben értek mindenhez, maximálisan. Te jó tanuló voltál amúgy? Nem. Nem? Tehát kifejezetten rossz tanuló nem, voltál? Nem, de sokszor mondják, hogy stréber, vagy biztos, hogy stréber voltam. Mondom, nem voltam az. Ilyen zsivány gyerek voltál, vagy miért? Vagy... Rossz voltam, lázadó. Tényleg? Igen, tényleg lázadó voltam. Lázadó voltam. Nagyon. Ezt miben nyilvánult meg? Hát egyrészt nem is fogadtam szót annyira, meg úgy sokszor a fejem után akartam menni, aztán mondták, hogy nem. Nem engedték. Igen, és nem tudtam azt a teljes mértékben kibontakozni, de... Na, igen, tényleg lázadó voltam. De ez volt egy gimnáziumban inkább. Tehát én szüleim ellen mentem. Makacs voltál, így azt mondták, hogy nem, és te azt mondtad, hogy de? Így van. Ennyire? Így van. Tehát, így tényleg mindenre ennyire. Azt mondtad, hogy ha nem úgy volt, akkor egy igazi rebel voltál. Azért túlzás, de tényleg egy ilyen volt. A családon belül ilyen voltam, tényleg. Csak a családon belül? Igen. Az iskolában nem? Nem. Bár az összes hülyeségbe bele tudtam menni, tényleg a vízibombás, folyosós, mindenfélébe bele tudtam menni. Nem te voltál a kitalálója, de te voltál az, aki belement mindig. Igen, és még bele is mentem végig. Igen. Aki nem tudta abba hagyni, én az voltam. A színház, az mikor jött? Az is gyerekként, az is... Hát 6 éves koromban kezdtem, igen. 6 éves koromban kezdtem ezt játszóra járni. És akkor... De mikor volt tudatos az, hogy akkor te akarsz színházat? Akkor, amikor bekerültem a gimnáziumba, akkor minden megszűnt. Az összes külön óra megszűnt, akkor csak én voltam, csak az én döntéseim voltak köbő nagyjából. És ott egy jó egy évig, amikor elkezdődött az első évem, akkor nem is csináltam semmit az iskolán kívül. Tehát nem voltam külön órán semmin. Uh-huh. És második évben pedig Zétényi Lina, barátnőm, aki... Ő egyébként dolgozott a Figura Studio Színháznál, az Ember tragédiájának volt a dráma pedagógusa, igen. Nevezzük így. Igen, és ő volt egy színjátszó körben, és ő vitt újra bele ebbe a színházi részbe. És akkor igazából neki vagyok hálás, mert újra elindította ezt bennem, és utána jött a Katona József Színháznak az ifjúsági klubja, és akkor már tudtam magamtól, tehát úgymond tényleg én döntöttem így, és én magamtól kezdtem el a színház felé fordulni. Te budapesti vagy. Igen. Budapesti születésű vagy, ott nőttél fel. Nyolckerben. Nyolckeres. Igen, valaki. Nyolcker a király. Akkor egy ilyen nyolckeres dologgal, hogy Pest a pestiséged? Nem. Nem, mert közben meg nem. Nekem számomra, aki... az ekte pesti, ez akkor belvárosiak, vagy a budaiak, de az is kicsit inkább ilyen külön dolog, de belvárosiak a pesti. De az más, tehát a budai az egy előkelő. Igen, az egy más, tehát az itt is van különbség. Most hallgattam nemrégiben egy műsort, ahol azt mondták, hogy pesti nő, nem, bocsánat, budai nőbe sose bíz. Igen. Én külvárosi voltam mindig, illetve az első évemet, amikor általános iskolás elsős voltam, akkor Pest mellett Magdolna. De nem az utca nevelt. Nem, azért nem. Maglódon töltöttem az első évemet, az egy falu volt akkor, most már város lett, kinőtte magát, Pest mellett, és utána a második évemet pedig már a külvárosban, 17. kerületbe töltöttem. Igen, csak pont ott voltak most a kollégáink. 17. kerületben ott játszottak, és utána pedig Budára kerültem a gimnáziumba. Így. Van egy szegmens az életednek, ami szerintem számodra is az egyik legizgalmasabb része. Te nem vagy az a fenéken ülő fajta. Ne. Erről hoztam egy összeállítást. Jó, nézzük ezt meg. Jaj.
Te rettenetesen szeretsz is, és utazol is sokat. Mesélj egy nagyon jó utazós történetet nekünk. Egy izgalmasat. Egy izgalmasat? Hű, most pont a... Pont ezekből mondjuk egyet. Az egyik kiskori képem, ahol konyba vagyok, az Indiába készült, az volt az első nagy utazásom, azt hiszem, bár mondjuk tényleg felére nem emlékszem 4 évesen, de egy nagyon megmaradt bennem, hogy elmentünk a Gangesnek a forrásához, és gyönyörű szép az a forrás, fürödnek is benne ott a forrásnál, és hát én bepisiltem, és... Ez Indiában amúgy nem furcsa. És hát gondoltam, hogy pláne a Gangesben. És gondoltam, akkor én nem mondom el anyukámnak, hanem kimosom a bugyimat, tehát hogy ilyen volt, hogy kimosom. Tehát konkrétan ez már bennem, hogy kimosom a bugyimat. Na minden, és mostam, és hát valahogy úgy, nem tudom, fogtam meg, hogy ez kicsúszott a kezemből, és akkor a Ganges ugye elvitte, és akkor az a Ganges, és akkor ezután mondták, hogy na, aki a Gangesnél járt, az majd egyszer visszamegy oda. Egy 8-keres pesti lány, hogy járja be az egész világot, vagy miért? Milyen indítatásból? Hát a kíváncsiságból. Mindig is érdekelt, a különböző kultúrák azok mindig is érdekeltek engem. Én még a mai napig nagyon szívesen mennék úgy el, amúgy Ázsiába még, hogy egy hónapra. Mert azt hiszem, hogy egy hónap alatt lehet nagyjából meg átlátni, hogy is, milyen is az ország. Mik a mindennapjai, a helyieknek mik a szokásai. Engem ezek érdekelnek. Persze én is elmentem a turisztikai helyekre turistáskodni, de nekem mindig az ami kíváncsi vált, tehát hogy hogyan él az a nép. Mi a következő terv egy nagy utazásra? Szeretnék Spanyolországba menni, Izlandra, és még szeretnék Tájföldre is menni. Melyik tűnik a legreálisabbnak jelen pillanatban? De Spanyolország talán. Igen. Okay. Jó, igen. Mielőtt még belemennék az egyetemi éveitekbe, engedjétek meg, a zenekar hozott nektek egy meglepetést, és akkor most ezt hallgassuk meg előtte, jó? Szilárd Annának osztálytársa volt a főiskolán. Egyébként ő is színész, Szatmár Németiben, marosvásárhelyi születésű ő is. Jaj, már el is hagytam. És a középiskolájában szobrászatot is tanult, ugye? Gyertek, húzódjatok Annát, vegyétek középre, férjetek hopp, el valahogy. Annát, kérlek, vedd középre Annát. Nem felékkel, mint a színházba szembe. Gyere. Várjuk, elessünk. Lali, itt a bögréd. Jó. Köszönöm szépen. Tehát Laliról ugye azt kell tudni, hogy ő szobrász szakon végzett Marosvásárhelyen a művészeti liceumba, ugye? Utána a színművészeti egyetemet végzett, tehát ott szerzett diplomát. 2019 óta vagy a Szatmárnémeti Haraggyőr társulat tagja, ha jól számolom.
és a feleségével együtt egy gyereket nevelnek. Lali, szia! Szia! Elsőrendűen. Ott ültem a sötétbe egyedül. Úgy izgultam, és olyan hirtelen jött minden, hogy... Izgultam. Körbe ment a csoki? Kapott mindenki? Nem volt csalás, ugye, hogy valaki kettőt evett? Jó. Lali, te szobrásznak tanultál. Igen. Ezt még műveled? Nagyon egyszerű a történet. Igen, egyébként. Az volt, hogy, hogy is, mindegy, nem szerettem a mateket. És akkor úgy kellett licibe menni, hogy ne kelljen érettségizni valahogy matekból. És művészetében nem kellett érettségizni matekból, ezért elment, de hát az volt, hogy jó, csak először kéne tudni rajzolni, vagy megpróbálom, és hát nem voltam olyan gyatra. És akkor fel is vettek, és szakosodtunk 11-be, és hogy nem, hát szobrászatra is kevesebbet kellett bejárni, és nagyon gyorsan mentek a dolgok. És nagyon gyorsan megtanultam, hogy portré volt, plakett, meg kompozíció. Na de annyira tetszett nekem egyébként ez az egész, hogy már amikor a diplomamunkákat csináltuk, akkor már másnak is volt, hogy úgy bebesegítettem, vagy meg megcsináltam a pénzét. Pénzért, igen. Na. Reklám helye. De viszont... De te ezt ma műveled? Pénzért? Nem pénzért. Nem pénzért műveled? Tehát otthon az anyag vagy, áll valahol a szobában? Mit mondjak, tehát hogyha az van, hogy felkérnek egy portrére, akkor megegyezünk egy árban nyilván. Tehát de akkor igen. Műveled pénzért? Végül is igen. Oké. De szobrászat vagy csak a rajz vagy festész? Te szobrászkodol is? Az az érdekes, hogy most legutóbb nem szobrászattal foglalkoztam, hanem festettem. De amúgy szobrászkodás, tehát otthon áll az agyag a kamrába? Nem áll, de van. De van? Tehát a gyerek gyurma helyett agyagozik? Nem. Csináltam neki homokozót most. Jó, oké. Mi Lalival lalizzuk, Bece nevén Lali. Volt szerencsénk találkozni egy Csalamádé táborba, akkor te színjátszóztál. Igen. Te voltál a Ripacsok tagja is? Nem voltál. Nem voltam. Te nem voltál a Ripacsok, tagja. Te az Arciem. Az Arciemnek voltál tagja. A Ripacsokkal azért is érintjük, mert ugye az előző adásban, amikor Zénó vendége volt itt, Tatai Sándor, ő volt a Marosvásárhelyi Ripacsok diákszínjátszó csapatnak az akkor régen a vezetője. De Arci M-es voltál. Te ott kaptad azt a színházi vakcinádat? Nem pontosan. Az volt, hogy még 9-ben voltak Gólyabál nálunk a Licibe, és ott énekeltem egyet. És pont készültek a Valahol Európában című musicalt színre vinni, és castingoltak rá. És nem tudom, valamelyik nap elmentem cigarettát vásárolni Szárra a Kisbódéba, és láttam, hogy jött a szolfés tanárnő, Korpos Kamilla, és elkezdte ráncigálni a kezemet, és én próbáltam eldugni a cigarettát, hogy úristen, nem kész, lebuktam. És a kezemben nyomott egy szórólapot, hogy lesz casting, gyere el! És elmentem, és mondták, hogy azt se tudtam, hogy mi az, hogy casting. Én angolul nem beszélni. De vásárhelyi, hát nem beszélt volna már angolul. Facce ma leggere. Csakó. Bine. Asa? Na, rassza. Áda. Szóval elmentem a castingra, ott fölvettek, és Korpos András vezetésével dolgoztunk. Ott volt talán ez a kezdőlőket. És utána meg csatlakoztam az RCM-hez. Ott, és ott meg úgy mondhatni valahogy. Jó döntöttél, Lali? Igen. Kategorikusan úgy gondolod, hogy igen. Te abszolút. Jó, a helyeden vagy? Nincs B-terv. Nincsen B-terv? Nincs B-terv. Majd szobrászkodom, ha nem. Pénzre. De az már a C-terv. Igen. De annyit nem fizet, azt mert jól fizet a szobrászkodom? Igen. Tárgyalás kérdése. Az a facere kérdése. Igen. Van. Te ilyen weekendre járós vásárolni gyerek voltál? Mentünk a Gatnás. Igen. Voltunk a Gatnás, szöktük a fejeseket belé a Marosba, hoztuk át a csonakázót, mentünk, mi nem fizettük a jegyet.
Most jön egy játék, amiről az elején még nem beszéltem, hogy az önök kezében van egy pálcika, amin egy zöld és egy piros felületű kis papír van. A játéknak a következő a lényege. Mindegyik vendégtől kértünk 3-3 tárgyat, ami számukra nagyon fontos. Az önök feladata most az lesz, hogy most egy picit bonyolítjuk amúgy, mert két vendéggel szoktunk dolgozni, Anna most egy kiválóan jó esetben van, hogy két másik vendége is van, tehát úgy értem, hogy egy figurással és egy másik vendéggel szoktunk dolgozni, de most itt két srác jött Annához. A zöld oldala az mindig Annát jelzi, a piros oldala pedig mondjuk legyen most Roli, és a felemelt kéz jelölje Lalit, jó? Ki fogok venni különböző tárgyakat ebből a rekből, a behívós rekkünkből, és önöknek kell eldöntenie, kihez tartozik ez a tárgy. Kérlek, fogják a kezemben, egy karóra van, egy igazi Casio. Tehát aki tudja, az... Na lássuk, ki lehet a Casio karóra? Én kiegyezek abba, Lali, hogy ez a tied. És az övé. Mesélj róla, hogy ez miért fontos tárgy? Azért fontos, mert van nekem egy kedves unokatestvérem, akivel nagyon ritkán találkozom, tehát azt hiszem, amikor utoljára találkoztunk, azelőtt eltelt 5 év, amíg nem találkoztunk, és elcseréltük az óráinkat. És te odaadtál egy Apple Watch-ot, vagy? Nem, én egy szovjet rakettát adtam neki. Akkor az nem volt egy fair csere. Nem, de nem megérte. Ezt mi értik. Oké. Jó, menjünk tovább. Fekete kalap. Kett felirattal. Ki lehet ez a tárgy? Könnyen befolyásolható a közönség. Mert mindenki azt mondja, hogy ez az Annáé, és tényleg az övé. Hát az a helyzet, hogy én kalapgyűjtő, hát inkább sapkagyűjtő vagyok, mint sem kalap. A kalap az majd most következik, és eléggé gyűjtöm ezeket a sapkákat, és ezt pont a páromtól kaptam. Ez egy friss szerzemény. Ez egy friss szerzemény. Oké. Menjünk tovább! Rico Fit Family Pack 25 lejes. Sportkrém. Ki lehet? Ez nem eldönthető. Ez egészen egyharmadokra megoszolva. Nem, ugye? Nem tudjátok ti se eldönteni. Ez az Annáé. Amikor bekértem a tárgyakat, akkor én is így írtam, hogy azt írta, hogy sportkrém. Igen. Na mesélj, miért fontos az hát, azért, mert az elmúlt 3 évben elég sok sérülést, hát azért nem komolyakat, de sérülést szereztem, és eléggé folyamatosan kékzöld vagyok. Ezeket az ilyen életmentő, folyamatosan nálam van ez a krém, ez a lényeg. Tehát estem, beszorult a hátam, minden bajom volt, és ez ilyen fontos krém. Okay. Nem kommentáltam. Következő tárgy lesz egy színház folyóirat. Ki lehet? Lali, vannak, akik kinézik belőle. De nem, ez tényleg a Roli-é. Roli, magyarázzuk meg, hogy miért? Hát tulajdonképpen ez a színház folyóirat utolsó, tehát valaha létezett utolsó nyomtatott száma. Tehát a színház folyóirat nyomtatott formájában igen. Megszűnt. Innentől kezdve csak bizonyos ideig biztos, hogy az elkövetkezendő években online fog csak megjelenni. És tulajdonképpen csak azért választottam, mert nekem ez egy fontos szakmai közeg. Úgy a szakmai fejlődésemben fontos volt, mint ahogy szakmai kapcsolatokban. Uh-huh. És tulajdonképpen csak ezért. Köszönöm. Menjünk tovább. Fehér ing. Szita kötőket látok rajta főleg. Méretben bárki lehet. Ki ez a tárgy? Hú, ez megint nagyon megoszlik. De több pirosat látok. Lehel már 2 táblával is szavaz.
Roli, itt azt mondják, hogy ez a tiéd, és ez a tiéd. Ez így igaz. Ez az utolsó színházi ing. Igen. Miért fontos ez az ing? Hát ezt valahol, nem tudom, 5 vagy 6 éve kaptam a páromtól. Karácsony, vagy rászavazott? Aki az unokat is. Láttam azért, tehát egy, de megbeszéltük, hogy ő más szint fog. Emlékszik, hogy kaptál egy ilyen inget. Jó, és hogy valamiért nekem ez ilyen nagyon kedves lett ez az ing. Így az elmúlt években, és mindenhová ezt venném fel, de sajnos már kezd besárgulni, és pont a párom minden egyes alkalommal megjegyzi, hogy ideje lenne újat venni ehelyett, de még mindig nem találok olyat, ami ezt úgy tudja Isten igazából helyettesíteni. Oké, köszönöm szépen. Megyek tovább. Egy kulcscsomó van rajta, nem mondom meg, hogy milyen kulcstartó van, akkor nyilván nagyon egyszerű lenne. Ki lehet ez a tárgy? Mind nagy része azt mondja, hogy a Lalié. Egy szatmárnémet is ipesztes kulcstartó van rajta. Lali, miért fontos ez a kulcstartó, vagy illetve ez az egész kulcscsomó számodra? Na most ezt nem tudom, hogy így mondjam el. Nem tud bemenni a házba. Nem lenne a... Az összes kulcs rajta van, ahol laktam. Milyen kulcs? Nem, pont az összes. De gyakran költözöl akkor. Nem. Nekem ez, nem tudom, hát... Tényleg. Ez az egy. Ez. Az a legfontosabb. Ez a az a ház kulcsa. Aha. Igen. Oké, köszönöm szépen. Menjünk tovább. Reklámmentes mobiltelefon. Ki lehet? Egy iPhone 7-es talán. Megoszlik újfent. Inkább több... Hát így, hogyha Lehel 2-t mutat, akkor már több zöldet, de... Zöld akar lenni, igen, én is azt mondom, hogy tehát mindenki azt gondolná, hogy ez az Annáé, pedig... Végre. Nem kapcsolom be. Amikor mielőtt elkezdtük volna a műsort, ültünk kint az öltözőbe, és Lali azt mondta, hogy körülbelül mennyi idő, ameddig én bejövök? És mondtam neki, hogy hát nem tudom, Lali, egy 15-20 perc. Tehát bent van a telefonon. Szóval mit fogok csinálni ennyi ideig? Jó, nyilván ezzel folyikatok. Mert te egy nagyon telefonfüggő vagy, azt mondtad róla. Az igazság, hogy mivel manapság már minden telefonról meg lehet oldani, ezért nagyon bele vagyok ragadva, rám is szólnak azért, hogy úgy tegyem be néha. Én teljesen értem. Na, jó, oké, menjünk tovább. Mindenkinek ismerős, hogy ez micsoda. Kinder tojások belseje és benne lévő meglepetések. Ki lehet? Hát ez kategorikusan Annáé lenne, ha az övé lenne, pedig a Roliné. Roli, miért fontos a Kinder tojás belseje? Nem a belseje, hát ugye önmagában... Nem. Két problémám van. Az egyik, hogy néha nagyon gyerekes vagyok, vagy nagyon kötődöm játékokhoz, de hogy ilyenfajta játékokhoz. Illetve a másik, hogy mániákus gyűjtögető vagyok, ilyen értelemben. De csak bizonyos dolgokra terjed ki ez a mániám. És az egyik az ez. És imádom a Kinder meglepetéseket. És sok van otthon belőle? Tehát van egy ilyen tál, amiben Kinder meglepetés? Hát történetesen egy fiók. És ez az alsó neműs fiók. De ezek kibontódnak néha, belőszeded ja, nem, őket? Nem. Ez csak van? Nem, ez, elmondom elejétől a történetét ennek, hogy ez pár éve kezdődött, nem tudom, amikor hát így Mikulás környékén, vagy nem tudom, több ilyen Kinder meglepetést kaptam, és általában szanaszét hagyom a lakásban a dolgaimat, és ezeket is szanaszét hagytam, és hát a párom rám szólt, hogy ideje lenne ezeket összeszedni és kidobni. Én meg ehelyett, mivel nem akartam ezektől megszabadulni, ehelyett szépen begyűjtöttem az oknik alá.
És pár hónapra rátalálta meg az oknik alatt, hogy én ezeket az elméletileg kidobott játékokat, azokat összegyűjtöttem oda, és azóta is ott vannak. Mit gyűjtesz még? Mondjad, Szidike, mondjad. Minden? De mi a jellemző még? Szijász folyóiratokkal tele van a ház, gondolom. Ja. De az előbb kidobtam. Az Gyergyóban még tűzgyújtósnak mindig jó. Jó, oké. Okay. Utolsó tárgy következik. Egy malacos kulcstartó. Ki lehet? Nagyon nagy százalékban Anna és a szempülesek kiszámolhatták, hogy akkor ez egyértelműen az övé lesz. Igen. Anna, rózsaszín malacos kulcstartó, miért fontos? Azért, mert hogyha megnyomom a táskámat, akkor tudom, hogy hol a kulcs, mert van hangja. Ez azért praktikus. A másik meg, hogy nekem is egy kicsit hasonló, mint Larinak a kulcs csomója, hogy nagyon sokat költöztem az utóbbi időkben. És mindegyes lakáshoz van egy kulcstartom, új, és mindegyikhez van egy sztori. Tehát, hogy mindegyik lakásnak van egy sztoria, és ahhoz is a kulcstartó is ugyanúgy illik. És akkor ez egy ilyen fontos dolog, hogy bárhova megyek, új helyre, annak az első dolog, hogy veszek egy kulcstartót. Szakavatott showvezető úgy kötni ezt össze, hogy és még rengeteg sztori következik. Egy rövid szünet után, úgyhogy nyugodtan ki lehet. Pillanat, amit szakavatott behívósok nagyon jól ismernek. Most jön az, amikor átadjuk azt a fényképet a vendégeinknek, ami az elején készült róluk a műsorba, úgyhogy kérem szépen, hogy azokat hozzuk be. Köszönöm. De szuper. Köszönöm. Kérlek szépen, most kicsit nehéz a helyzet, mert hogy rendhagyóak vagyunk azzal, hogy három vendégünk van. Válasszatok egy embert, és cseréljetek vele képet. Nem lehet az, hogy mondjuk az enyémet jó, is akkor, mindenki jó, aláírja akkor, mindenki. Jó, oké, írjátok alá, és írjatok egy-egy gondolatot egymásnak, jó? Tehát mindenki írjon a másiknak a képére egy gondolatot, jó? Legyen jó. Anna, a ma estétől kezdődően már nem a figura társulatának a tagja, hanem a Szatmár Németi Északi Szijász Harag György társulatához szerződik, úgyhogy még ma este itt van velünk, gyergyói színészként, de hogy a következő évet mindenképpen Szatmáron kezdi, aztán, hogy vele tovább mi lesz, ezt ő tudja. A társulat készített neked, Anna, egy ilyen, mindenki egy-egy gondolatot, és ezt videóra rögzítettük. Kérlek, hogy nézd meg ezt, jó? Játsszuk be akkor ezt. Amióta a figuránál vagy, azóta egyszer sem sikerült együtt játszanunk. Ezt egy picit bánom most, hogy így elmész tőlünk. De azt kívánom neked, hogy nagyon-nagyon sok jó szerepet kapjál. Puszi! Szia, Anna! Meg szeretném köszönni az együtt töltött perceket, munkákat, és azt kívánom, hogy érezd magad jól, és készülj föl a melegre. Párcium! Köszönöm!
Nagyon szépen köszönöm. Nem szeretnék tőled most nagyon elbúcsúzni, biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. Csak annyit szeretnénk kívánni neked, hogy sok sikert, és érezd jól magad. És cincin. Engedd meg, hogy az Ember tragédiája előadásunkból, amiben közösen játsztunk, idézzek neked. És Anna városról városra, eszméről eszmére jár, de sehol nem találta meg a boldogságát. Hogyha már elhagyod ezt a várost, amiben te nem tudtál boldog lenni, én azt kívánom, hogy Szatmárban találd meg azt a boldogságvárost, amit mi az Ember tragédiájával sok gyerek között egyfolytában kerestünk. Nagyon sajnálom, hogy elmész tőlünk. Én mindig dühös vagyok azért, hogyha valaki elmegy ebből a színházból. Nem arra, aki elmegy a színházból, hanem a városra vagyok mindig dühös, mert nem bírja itt tartani a fiatalokat. Minden esetre azt kívánom neked, hogy hajrá, és Kisvárdán találkozunk. Azt hiszem, hogy ez sosem volt így kimondva, de mindig is éreztetted velem, hogy mentorként tekintesz rám. Amiért. Én ennek tudatában próbáltalak szavakkal, de legfőképpen szavak nélkül tanítani, buzdítani, jó irányba terelni. De semmi sem tart örökké. Nélkülem is meg kell találnod önmagad. Most eljött az idő, hogy kirepülj oltalmazó szárnyaim alul, és repülj, oda, hová a szél visz. Átadom az utolsó tanításomat. Hasad be, mellett ki. Szia, Susu! Kijöttem a teraszra, hogy maradjon meg neked a gyergyói táj. Remélem látszik a hátam mögött a kápolna. Nagyon sajnálom, hogy elmész. Nekem nagyon fogsz hiányozni. Maradj meg mindig ilyen jó embernek és ilyen jó kollégának. Hogy is mondtuk a kis hercegnek a végén? Azt kívánom neked, hogy egy olyan bolygón élj, ahol igazi társa lesz. Puszi, Sosó! Vigyázz magadra! Elmegy, visszajön! Elmegy, visszajön! És tényleg elmegy, ez őrület! Az ott a bucsin, ahol laktál, és ez egy bambusz neked. Hozzon szerencsét! Hosszú szőke hajaddal, Júlia, még lehetsz. De Rómeó nem itt vár. Lehet ezért sietsz. Vagy nem tudom, sietsz-e, de mégis elmész. Azért esőr a livingben még benéz. Csak az a fele vigyázz, merre jársz. A válladon horzsolást reggel ne láss. A reggeli próbákat el ne késd. De úgyis tudjuk, te vagy az, aki elsőnek kész. Kívánom, hogy sok szerep találjon még meg. A zenélésről se feledkezz meg. Csak így tovább. Ügyesen és szépen. Ahogy Anna megy az égen. Csak úgy érdemes. Jós, hogy kívánok! Akarom mondani jó reggelt, rögtön, vagyis hogy nálunk még reggel van, de tudom, hogy amikor ez a videó majd bemutatásra kerül, akkor majd ott este lesz. Szóval jó estét kívánok! A következő díjat egy olyan színésznőnek szeretném átadni, akivel szerencsém volt együtt dolgozni. Ilyen sikeres előadásokban, mint a kommunizmus története elfeledhetetlenek, vagy a tárgyalom bűnökése és bukása, vagy a szerető, vagy egyéb kisebb előadások. Szóval, igen, ide rá lehet nézni. Szóval, a következő díj, segít ez Ilka? Sosomice Anna. Igen. Anna, sok sikert kívánunk a továbbiakban is. Ne felejj, a siker 5 törvény. Anna, összemondjuk a szöveget? Nem elég, nem? Úgy lenne jó, hogy bejövök a képbe, összemondjuk a szöveget, és kimegyek a képbe, nem? Vagyis, akkor utána mit csinálunk? Ez a vége. Szia, Sosó! Ez itt van nálam a hálószobában, illetve nálunk. Ez az én épületem, intézményem, helyem, ami meghatározta az életemet. Már nagyon régóta, és teszi ezt a mai napig. Nekem ebben a verzióban van meg, és most meg szeretném neked mutatni, kár, hogy nem tudtam előbb. És azt szeretem benne, tudod, hogy apróságok, apró üzenetek,
idézetek, gondolatok, emberek, arcok vannak benne elrejtve, és ahányszor csak így nézelődöm, mindig felfedezek rajta valami újat. És remélem, hogy nem fog megharagudni az alkotó, de én ezt egy kicsit tovább vittem. Úgyhogy aztán ott vagy te is. Ilyen módon én csak így tudtam megoldani. Anna, nem tudtunk sokat dolgozni együtt, és ezt sajnálom. De ott van nekünk a portugál, ami igazán vagány, és nagyon, nagyon jó próba folyamat volt, és aztán még inkább kedves előadás, amit közösen játszhattam veled, úgyhogy ezt is köszönöm szépen. Ja, és köszönöm azt, hogy mindig emlékeztettél egy picit arra, hogy alázatosnak kell maradni, meg ennyire nyitottnak, mint ahogy te dolgoztál és voltál jelen a mi társulatunkban. Remélem, hogy ezt tovább viszed, és megmutatod ezt Szatmáron is. Hát én nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek. És Sosó viccának tiszta véletlenül, de vagyis úgy, na, meg úgy beszélve. Hoztam egy ajándékot, nagyon csekésség, és nagyon gondolom, vagyis arra gondolom, hogy amikor majd fogja használni, akkor... Kicsit megfogom. Persze. Hogy úgy gyúlok, nem is találom. Ez egy csipkefülcsi, és úgy gondolom, hogy Ancsa, vagyis hogy Ancsa, Annára nagyon illik. Be se tudtam csomagolni. Nem. Tessék, vedd el. Nagyon szépen, köszönöm. És olyan Annás. Így van. Adok ott puszit, és azt kívánom, hogy ott, ahová mégy, bárhová mégy, legalább annyira szeressenek ott az emberek téged, mint itt, amennyire mi szerettünk. Engedd meg, Anna, hogy a színház részéről István is átadjon neked egy ajándékot. Jó, hát erről csak egy annyit, hogy az utóbbi 3 napban munkaidőben és azon túl is a méltán híres és hírhett marketing irodánk hát végig kézi munkázott, hogy elkészítse ezt neked, úgyhogy ezt fogadd nagyon akkor majd nagy szeretettel. Köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz Szatmáron, ott se jobb, mint itt én voltam. Na, és majdnem elfelejtettem, azt mondták, hogy ezt... Igen, most mondom, mesélem a történetet. A hajadban. Ez egy masti, jelképesen becsomagoltuk most Annát, egy mastival átkötöttük, és Lalinak átadjuk, hogy vigye el a Szatmári Színházba. A masti azért is fontos, mert Anna a portugál előadásunkban a masnit játszta, amelyiknek rendezője itt is van, Tóth Árpád közöttünk. És ebben az előadásban egy dalt énekel Anna a legvégén. Utoljára elénekli ezt a dalt nekünk. Anna, kérlek. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgysem érem keresztül a hazámat, úgysem érem keresztül a világot, elengedem most már, nem őrzöm a lángot, csak annyit még neked s nekem elég. Világítsa be az erdő közepét, arcodat láthassam, ha leszáll
az este, s kezet teszed kezembe. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat. Úgy sem érem keresztül az erdő felett a csillagos eget, csak ebbe a kis gyertyában lehozni tudom neked. Tarará. Lehozni tudom neked. Sasavica Anna! Köszönjük szépen! Önöknek is köszönöm szépen a figyelmet, a műsorunk végéhez értünk. Köszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, köszönöm, hogy itt voltak. Ezzel a figura idei évada lezárul, egy újabb évad következik majd augusztusban. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien követnek bennünket, néznek bennünket, szeretnek bennünket. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt voltak. Nagyon szépen köszönöm a zenekarnak, nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek. Segítőinknek az egész évados munkát, köszönöm a vágóknak, operatőröknek, szerkesztőknek, mindenkinek, fotósnak, aki a háttérben dolgozik. További szép estét kívánok és szép nyarat!